Tisztelettel köszöntöm a budapesti helyi szervezet idei második szakmai konferencián megjelenteket, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számban megjelentetek. Gyakorlatilag ma, mai napon dr. Héjes István kollégánknak tartja meg az előadást. Az önéletrajza olyan hosszú, hogy ezt nem lehetett megtanulni, és kértem a Pistát, hogy írja meg, mert sokkal egyszerűbb, ha innen, onnan mindenki el tudja olvasni. A lényeg az, hogy ő is miskolci indítatású, mint a teremben lévő, mint a teremben lévő valami. El szeretném mondani, hogy sajnos nekem 3 órára egy értekezetre kell mennünk, Tasnádi Tamás fogja a végét leszerebrálni, és be szeretném jelenteni, és nagyon szépen köszönöm Kassó Attila miniszterelnöki biztosnak, hogy elvállalta a novemberi előadást, tehát november 5-én remélem ugyanilyen szép számban fogjuk meghallgatni, hogy szintén egy aktuális előadás. December 5-én, vagy pontosan a meghívó ki fog menni, akkor Martényi Árpád egy 5-ös előadással és egy évzáról lesz, tehát egy 20-25 perces előadás, és utána egy kis szervisen lévő fogadásra kerül sor. Ezt az évzárót ugye a új alapszabály előírja, hogy kötelező minden évben legalább egyszer taggyűlést tartani. Én nagy tisztelettel köszönöm Hüvesi doktornak, hogy elvállalt ezt az előadást, és nagy tisztelettel megkérlek, hogy az előadást megtartani szívesen kér. Köszönöm szépen, tiszteletek, köszöntöm a bányász és kohász kollégákat. Ez a téma, amiről most beszélni fogok, ez hát körülbelül egy óra hosszára terveztem az előadást, 60 percre, még az órámat is kiraktam ebből a célból, úgyhogy utána pedig hát persze lehet kérdéseket föltenni, aztán vagy tudok válaszolni, vagy nem. Hát a címet azt hiszem, azt már láttuk, környezetvédelem és energiapolitika. Hogy hogy kerültem ehhez a témához, ez látszik nagyjából az életrajzomból, mert főleg méréstechnikával, automatizálással, vezérléssel, szabályozással, ilyesmikkel foglalkoztam. Hát ott ténylegesen mondjuk a szappangyártástól az acélöntésig mindenfajta technológiai folyamattal kapcsolatba kerültünk ennek során, hiszen ha mérni akarunk valamit, akkor meg kell ismerni azokat a fizikai folyamatokat. Tulajdonképpen így kerültem kapcsolatba energetikával, így kerültem kapcsolatba sokféle szakterülettel, többek között a környezetvédelmi kérdésekkel is. Hát a környezetvédelem egy előjáróban talán annyit lehetne mondani, hogy szakszerűtlen és tudománytalan környezetvédelmi intézkedésekkel tönkre lehet tenni egy ország gazdaságát. Ez történt velünk is, többek között ez is hozzájárult a dolgokhoz. Hát ugye először is volt egy római klub. Ez a római klub, ez a 60-as évek második felében szerveződött, élvonalbeli tudósok, többek közöttük Nobel-díjasok is szerepeltek ebben, akik hát fölhívták a emberiség figyelmét, a kormányok figyelmét arra, hogy a rohamosan növekvő létszámú emberiség feléli, felhabzsolja a természeti erőforrásokat, közben mindenféle egészségkárosító anyagokat bocsát ki a környezetbe, és ezt a folyamatot meg kellene állítani. Ezek között volt több magyar tudós is, például László Ervin, a Bolognai Egyetem professzora, akivel volt szerencsém személyesen találkozni egyszer, és Gábor Dénes, Nobel-díjas fizikus, aki az egyik tanulmánynak a szerzője volt, és abba azt írta, hogy mivel a mérnökök és a tudósok alkották meg azt a fajta modern, szép új világot, ami rengeteg sok veszéllyel, kockázattal jár, az ő felelősségük is az, hogy a problémákat megoldják. Magyarra lefordítva, a környezetvédelmi és természetvédelmi problémákat szakemberekre kellene bízni. Sajnos ezt nem fogadták meg, sem a politikusok, sem senki más, és egyre több laikus csatlakozott a környezetvédelmi mozgalmakhoz, úgyhogy ma már a környezetvédő politikusok is főleg laikusokból állnak. Na már most volt egy kiváló tudós, aki már most elmúlt 90 éves, James Lovelock, aki megalkotta a Gaia elméletet. A Gaia az a Földnek az istenasszonya az ógörög mitológiában, Uranus égisten felesége, gyermekeik a különböző istenek és félistenek, titánok, gigászok, többek között Kronosz az idők ura,
aki fölfalta a saját gyerekeit, kivéve Zeuszt. Tehát ezek a történetek, ezek nagyon szépen illusztrálják a természeti erőknek az egymással való folyamatos konfliktusát. És azt mondja Gaia, hogy tulajdonképpen a bioszféra úgy működik, mint egy élő organizmus, amelyik a légkörfizikai, geofizikai, meg mindenféle folyamatokkal kölcsönhatásba stabilizálja önmaga létezését, olyannyira, hogyha például a Földön eltűnne az élet, akkor megváltozna mondjuk a légkör összetétele, eltűnne az oxigén belőle. Lovelock legújabb könyve szerint a nagyvárosi zöld mozgalmat többet átadoz a természetnek és a környezetnek, mint amennyit használnak. Oly mértékű dilettantizmus jellemzi ma már ezeket a mozgalmakat, akkor tulajdonképpen, ha nem csinálnának semmit, akkor sokkal jobban járnánk. Ezt nem én mondom, ezt Lovelock mondta a 90. születésnapján. Magyar nyelven is megjelent Gaia halványuló arca címmel az akadémiai kiadónál 3 évvel ezelőtt ez a könyve. Nem véletlen, hogy a nagyvárosban szerveződnek a zöld mozgalmak, ugyanis a vidéki ember ez a természet közelében él, és nem lehet őket átejteni mindenféle olyan dolgokkal, amit nem megalapozottak. Na most ugye fölmerült egy dilemma. Tehát egyszer az, hogy mi lesz velünk, ha tönkretesszük a bolygót, mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, és így tovább. A másik pedig, hogy folyamatosan növekedni kell, GDP, egyfőre jutó GDP, meg mi egyebek. Hát erre mondta egy angol közgazdász, hogyha valaki azt állítja, hogy egy véges világban végtelenül lehet növekedni, az vagy elmebeteg, vagy közgazdász. Hát ezek a kettők mondogatják ezeket a dolgokat. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni? Tegyük a gazdaság húzó ágazatával az ördiparágot. Na kérem szépen, azt jelenti, hogy az erőforrásokkal nem takarékoskodunk, hanem egyre gátlástalan módon pazaroljuk egy olyan szélmalomharc érdekében, hogy állítsuk meg a klímaváltozást. 4,6 milliárd év óta létezik ez a bolygó, azóta folyamatosan változik az éghajlat. 4,6 milliárd év alatt nem volt 2 év, ahol egyforma lett volna az éghajlat, meg az időjárás. Tehát ezzel akár 1 millió évig el lehet szépen boldogulni, akármit csinálunk, az éghajlat változni fog, viszont hozzá lehet adni a GDP-höz azokat az elpazarolt erőforrásokat, amiket ennek érdekében csinálunk. Hát most azt mondja, hogy védjük meg a természet őseredeti állapotát. Hát a Föld, most nézzük ennek a geofizikai oldalát, hát a nagyon durván torzítva van ott a Földnek a belseje ábrázolva, mert hogy a valóságban ennek az arányai olyanok, mint egy tojás, mint a tojáshéj, meg a folyékony belseje, kb. Olyan arányban állnak ezek a dolgok, és hát a Földnek a középpontjában egy olyan 8-10 km átmérőjű szilárd halmazállapotú mag van állítólag, tehát ezt következtették a tudósok, amely úgy működik, mint egy hatalmas nukleáris erőmű, tele van urániummal, meg mindenféle radioaktív bomló anyagokkal. Ennek a felszíne 250-300 négyzetkilométer, és a felszíne az körülbelül 6000 fok, és a 6000 fokos hőmérsékletű felszínén körülbelül négyzetméterenként a megawatt nagyságrendű energia áramlik ki. A fölötte levő folyékony kőzetek, azok meg úgy viselkednek, mint amikor egy lávasba fölteszünk vizet a tűzhelyre, és az elkezd forrni, és fölfelé áramlik a meleg folyadék, aztán valahol visszaáramlik, és a visszaáramlás során ugye vízszintes irányú áramlások is előjönnek, amik azután a lemez tektonikai folyamatokat működtetik, tehát a különböző kéreg lemezek jönnek-mennek. Amerikai földrész az ugye távolodik a Európától, meg Afrikától, és szakadási törésvonalak lépnek föl, ahol vulkanikus tevékenység van. A másik oldalon meg torló nyomásnak van kitéve a földkéreg. Hát a szakító szilárdsága sokkal kisebb, mint a nyomó szilárdsága, ezért az Atlanti-óceán térségében gyakrabban van földrengés, de kisebb intenzitás, a másik oldalon meg hát tudjuk azt, hogy milyen kellemetlen dolgok voltak az utóbbi időben is. Hát ezt nem lehet. Hát aztán itt a különböző lánchegységek földgyűrődése, meg egyebek. Tehát ha valaki végignézi mondjuk az elmúlt olyan 1-2 milliárd évnek a történetét, akkor érdekes dolgokat lehet látni.
Na most nézzük meg, hogy mivel ijeszgetik az embereket. Hát az egyik az, hogy olvad a jég az északi sarkon, meg mindenütt. Ennek az lesz a következménye, hogy lassan már az Eiffel-toron se fog kilátszani a víz alól, mert olyan nagyon fog a víz emelkedni. Na most a víz alól egy elég furcsa jószág, mert azt csinálja, hogy amikor megfagy, akkor kitágul, nagyobb lesz. Tehát egy tonna víz az egy köbméter, egy tonna jég az majdnem 1,1 köbméter. Na most amikor a víz tetején úszik a jég, akkor annyi vizet szorít ki, amennyi a saját súlya. Amikor elolvad, akkor annyi víz lesz belőle, amit korábban kiszorított. Miután az északi sarkvidéken a jég a víz tetején úszik, ha az elolvad, ha amennyiben Archimédesznek igaza van, már pedig eddig azt tapasztaltuk, hogy igaza lehet, attól egyetlen egy millimétert nem szabad, hogy emelkedjen a tengervíz. A déli sarkon viszont a jég hízik, a mai napig. A NASA jelentése szerint egyre vastagabb lesz a jég a Antarktiszon. Ezt nem közli a sajtó. Egyébként, amikor a víz megfagy, akkor lefelé ugye újabb rétegek tapadnak, jégrétegek tapadnak hozzá, ami édes víz, kiválik belőle a só, alatta töményebb sós víz keletkezik, a töményebb sós víznek a falsúlya nagyobb, az elkezd lefelé áramlani, fordított folyamat játszódik le az óceánokba a megfagyásnál, mint ami a Föld belsejébe, tehát mint a fölülről forralnánk az egészet, és lefelé való áramlatok zajlanak. Hát ilyenek történnek. Na most akkor nézzük meg, hogy a széndioksziddal mi a helyzet. Hát nekem a nagypapámnak volt bortpincéje. Azt mondta a nagyapám, hogy ha must for, akkor nem szabad lemenni csak égő gyertyával a pincébe, ami elalszik, amikor a széndioksziddal gyalogolunk. És a széndioksziddal itt van az elnyelési spektruma, és a látható fény az átmegy rajta. A széndioxid ugyanolyan láthatatlan, tökéletesen átlátszó, szintelen, szaktalan gáz, mint a levegő. Nem látszik. Tehát amikor mondjuk mutatják a tévébe, hogy a hűtőtoronyból kiáramló vízgőz az széndioxid, azt nem szabad elhinni. Azt sem szabad elhinni, hogy az széndioxid, az nem széndioxid, mert a széndioxid nem látszik. És hogyha ellenfénybe fényképezzük, de onnan van a napsütés, és mit tartjuk a fényképezőgépet, akkor szép feketének látszik. Hát ami a kéményből kijön, ami látszik, az általában vízgőz, és ami szennyezve van, porszemcsékkel, korommal, meg mi egyebekkel. Ez egy szélhámosság. Tehát ez így, ahogy van egy szélhámosság, ez a fajta propaganda. Jó mutatok én még ennél szebbeket is. Azt mondja, hogy júniusban valaha volt legnagyobb árvízzel kellett megbirkózni. Hát kérem szépen, 1838-ban a Nagykörúton 1,5 méter magassal hömpölygött a víz, 2000 ház összedőlt, 150 ember belefulladt a vízbe, és a Veselényi Miklós, ő volt a bátor árvízi hajós, ott van az emléktáblája a ferences templom falán. Na most én azt írtam, hogy a no comment, de azért ez mégse egészen, de valami kommentált azért csak teszek hozzá. Ugyanis most a lehömbölygő vízmennyiség az 3-4 annyi volt, mint 1838-ban. Csak az volt a különbség, hogy akkor jégtorlaszok is duzzasztották a Dunát. Most jégtorlasz nem volt, de a többszörös vízmennyiség elég lett volna ahhoz, hogy elárassza mondjuk a nyugati pályaudvart. Hogy nem ez történt, az nem rajtunk múlott. Vissza fogok erre a kérdésre térni, mert ez egy érdekes dolog. Ózonréteg. Hát kérem szépen, az ózonréteg, az körülbelül 20-40 km magasságban helyezkedik el ritka gázként a stratoszférába. Azt lehoznánk a felszínre, körülbelül 3 mm vastagon borítaná atmoszférikus nyomáson. Ez a 3 mm egy iszonyatosan nagy szűrőhatású valami. És miután a halogének a klór és a fluor elsősorban lebontják az ózont, ezért betiltották ezeket. Csak hogy két probléma van. Az egyik az, hogy
A 80-90%-át ezeknek a vegyületeknek az északi féltekén bocsátották ki a levegőbe, és folyton az Antarktisz közelében lukadt ki az ozonréteg. Nem létezik olyan áramlástani állapot a szatoszférában, hogy az északi féltekén levő halogének át tudjanak menni a déli sarkhoz. Egyébként a Antarktisz közelében a mai napig folyamatosan lukadgat ki a ozonréteg, egészen más oka van. Erről annak idején Mark Sears professzor írt tanulmányokat, hogy mi az oka egészen, mert a déli féltekén sokkal több a víz, és a maga az Antarktisz szárazföld, az északi féltekén meg az északi sark környékében az egy tenger, amit szárazföldek vesznek, tehát mások azok a körülmények, amik a légkörfizikai dolgokat meghatározzák, nem akarok ebbe belemenni, de minden esetre ez is egy nagy blöff. Azzal, hogy betiltották a halogéneket, szénhidrogéneket, átalakították a műszeriparnak a versenypozícióját. Onnan tudom, mert én is a műszeripari kutatóintézetben dolgoztam, és ott döglöttünk bele egy műszerfejlesztésbe pont emiatt. De hát erről már nem akarok itten panaszkodni, mert ez régen volt. Éghajlat változások. Hát kérem tisztelettel, a következő a helyzet. Volt egy Milutin Milankovics nevű zseniális tudós, vagy 100 évvel ezelőtt kidolgozott egy elméletet, amit Bocsár György akadémikus tovább fejlesztett és publikált. A következőről van szó. Ugyebár a Föld... Bocsánat, ezt meg akartam mutatni, de nem. Tehát ha én egy ilyen pörgetőt megindítok, akkor az igyekszik függőleges állapotban maradni. Aztán amikor lassul a forgás, akkor elkezd össze-vissza imbolyogni. Ezt csinálja a Föld is. A Földnek lassul a forgása, mert a Holdnak a gravitációs hatása fékezi, miközben a Hold folyamatosan távolodik a Földtől, hát mondjuk egy pár millimétert vagy egy-két centimétert évenként, de hát azért lassan távolodik. Na most ugye már így el van billenve a Földnek a tengelye. Ezen a felén nem akarok itt mutogatni, mert az operatőr úr nem, de azért hagyd mutassam már. Tehát itt most az északi féltekén van, nem, mert azt kap ugye több napot, a másik oldalon meg nálunk tél van. És egy ilyen ellipszis alakú pályán megyünk a nap körül, aminek most a excentricitását én eltúloztam, mert az mostan 3% körül van, de a kis tengely és a nagy tengelynek az aránya az folyamatosan változik, különböző hosszabb idejű ciklusokkal, és hát éppen amikor nyár van nálunk, olyankor vagyunk egy picit távolabb most a naptól, ami azért érdekes, mert miután a déli féltekén több a víz, az északi féltekén több a szárazföld, más hatásokkal nyeri el a napsugárzást a víz meg a szárazföld, ez befolyásolja szintén az ég, az a lényeg az, hogy azután, amikor billeg ugye a forgástengely, ha jobban elbillen, akkor a sarkkörök az egyenlítő felé eltolódnak, kiterjednek a jégmezők, és így tovább. Tehát a Bacsák professzor azt mondta, azt számította ki, amit most már 5 millió évre visszamenőleg igazoltak, hogy nagyjából 100 000 évenként jön egy jégkorszak, aztán jön egy melegedési korszak. 10-12 000 évvel ezelőtt egy jégkorszak véget ért, aztán azóta melegedünk, ez a melegedés zajlik még 30-40-50 000 évig, aztán majd megint elkezd hűlni. Na most, hogy mi nem tudjuk ugye elbillenteni a Föld forgástengelyét, meg se tudjuk teríteni a pályájáról, tehát marad a széndioxid kibocsátás csökkentése, ugyebár. Aztán nézzük meg, hogy erre mivel megyünk ezzel. Hát kérem szépen, mi befolyásolja az éghajlatot? Hát a nap ingadozó sugárzási teljesítő olyan 11 éves ciklusokban folyamatosan ingadozik, mert olyankor majdnem pólusváltás van a napon. És ugye milyen mértékben nyeri el a felszín a besugárzott energiát? Hát azt tudjuk, hogy ha kimegyünk a strandra és rálépünk a forró betonra, akkor égeti a talpunkat, rámegyünk a fűre, ott hűvösebb van. A nyáron kánikulában mondjuk a Nagykörúton borzasztó meleg van, aztán kimegyünk a budai hegyekbe, ott meg hűvös van. Az, hogy milyen a felszínnek, milyen hatásokkal nyeli el a besugárzott napenergiát, az a felszínnek az optikai tulajdonságaitól függ.
hogyha mondjuk kiváljuk az erdőinket és bioüzemanyag ültetvényeket teszünk a helyére, az a föl lehet borítani az éghajlatot. Tényleg föl lehet borítani. Széndioksziddal nem lehet. A felhőképződés aktivitása. Ha sok felhő van fölöttünk, akkor az visszaveri a napsugárzást a világűr felé, nem tud lejönni a felszínre, tehát nem tudja melegíteni a talajt. Ez a másik fontos tényező. A harmadik fontos tényező a légkör infravörös elnyelőképe, az úgynevezett üvegház, mert hogy szépen keresztül megy az atmoszférán a napsugárzás, és ott van egy úgynevezett atmoszférikus ablak, egy olyan frekvens hullámos tartomány, nagyjából a 0,4 és 1,4 mikron között, vagyis a látható és a közeli infra, amikor nagyon szépen át tud menni az atmoszférán a napsugárzás, azután, miután 6000 fok körül van a napnak a felszíne, tehát ő neki a Planck-féle sugárzási törvény alapján nagyjából olyan fél mikron körül van a maximális kisugárzási intenzitása. A Föld felszínének az átlagos hőmérséklete az olyan 290-300 Kelvin körül van, tehát 20 része, mint a Nap felszíne, ezért 20-szor nagyobb hullámhosszon sugározza ki a infravörös, tehát amennyi energiát besugároztak ránk, annyit ki is kell sugározni, mert különben változik a hőmérséklet. Hát kérem szépen, ezek azok a tényezők. Valamelyik nap hallgattam egy ilyen tudományos műsort a tévébe. Elmondták, hogy milyen tényezők befolyásolják az éghajlatot. Azt, hogy a felszínnek milyen a elnyelőképessége, azt meg se említették. Hogy a felhőképződésnek milyen hatása van, meg se említették. Egyetlen dologról beszéltek, a széndioxidról. Na kérem szépen, a üvegházgázok tehát az üvegház egy fontos dolog. Ha nem lenne üvegház, mínusz 18 fok lenne a Földön. De lenne fagyva az egész Föld. Most olyan plusz 16 fok körül van, nem lenne üvegház, nem lenne élet. Az üvegház az, ami biztosítja azt, hogy egyáltalán élünk. Ebben a infravörös elnyelő képességben a vízgőz teszi ki a 60%-át, a teljes üvegház effektusnak. Körülbelül 20% a széndioxid, stratoszférikus ózon körülbelül 8% üvegházgázon. Tehát amikor azt hallja valaki a tévében, hogy kilukad az ózon réteg és ettől növekszik az üvegház, akkor az illető vagy hülye, vagy szélhámos. Tehát ez a két variáció van. Egyéb gázon, metán, nitrogén, stb. Na most azért, azt már mondtam az előbb, hogy a stratoszférikus ózon, annak az effektív optikai rétegvastagsága 3 mm. Összesen. Ennyi. Nagyon hatékony üvegházgáz. A széndioxidnak az effektív rétegvastagsága, ha lehoznánk a Föld felszínére, az összes széndioxidot és összepréselnék egy atmoszféra nyomásra, 2,5 méter vastag lenne. Hát a 3 mm meg a 2,5 méter között azért van három nagyságrend különbség, aminek következtében egyes fizikusok azt állítják, és aztán a Jóros úrnak a honlapján is van már ilyen cikk, hogy ne hülyéskedjünk már, a széndioxid az nem is üvegházgáz. Hát annak olyan gyönge az elnyelő képessége, hogy fantasztikus. Hát volt idő, amikor háromszor annyi széndioxid volt a levegőben, mint most. 1200 évvel ezelőtt Grönlandon gyakorlatilag gyönyörű szép növényzet virított, óriási széndioxid mennyiség volt a levegőben akkor, és sokkal melegebb volt a klíma. De azt mondják a mezőgazdasági szakemberek, ha dupla annyi széndioxid lenne a levegőben, mint most, akkor a mezőgazdasági terméshozamok oly mértékben megnövekednének, hogy nem lenne éhezési probléma a világon. És különben semmi bajunk nem lenne tőle. Na most akkor ezt pedig én a Reményi professzor úr akadémikus előadásából nyúltam le ez az ábrát. Hát remélem nem fog megharagudni rám, hogy én ezt így szépen lehapoltam. Ez egy nem egészen fél millió évre mutatja, hogy milyen volt a jelenlegi szinthöz képest plusz-minuszban a hőmérsékletnek az eltérése, a felszíni átlagos hőmérséklet eltérése és a széndioxid koncentráció. És az történt, valóban a 100 000 év körüli ciklusok azok működnek, és akkor mindig ezek úgy működtek, hogy elkezdett melegedni az éghajlat, aztán elkezdett növekedni a széndioxid, nem fordítva,
Tehát először jött a melegedés, utána növekedett a szén-dioxid koncentráció, ami hát korreláció van a kettő között, csak egy időkéséssel. A szén-dioxid növekedése követi a melegedést. Azért követi, állítólag, ez legalábbis nekem ez a kedvenc elméletem, mert hogy az óceánok vize hatalmas mennyiségű gázt tud elnyelni. Most ha melegszik a víz, akkor csökken a gázelnyelő képessége, tehát kilöki magából azt a szén-dioxidot, ami eredetileg ott volt. Na most akkor nézzük tovább, hogy mi a helyzet. Miskolci Ferenc, NASA klímavédelmi projekt kutatófizikusa, ő is egy professzor. Azt mondja, hogy globális hőmérséklet emelkedésben a szén-dioxid kibocsátás gyakorlatilag nem játszik szerepet. Mert hogy a szén-dioxid a levegőben levő vízgőzzel szénsavat alkot, aminek a gőze sokkal, de sokkal nehezebb, mint a levegő, és az hamar megy kifelé, illetőleg a maga az esővíz is, az ugyebár egy savanykás folyadék, savanyú esőnek is mondják, és tulajdonképpen az történik, hogy amikor ez a savanyú eső leesik, akkor a szén-dioxid ürül a légkörből, méghozzá olyan módon ürül, hogy a felszínen, de a tengerek alatt is vulkanikus eredetű kőzetek vannak túlnyomó részt, bazalt. Hát a bazalt az kalcium-szilikát, a túlnyomó része a bazaltnak, ezzel kémiai reakcióba lép a szénsav, fölbontja, tehát egy eróziós folyamat során kalcium-karbonát, vagyis mészkő keletkezik, és szilícium-dioxid, vagyis kvarchomok. Tehát ezzel lekötődött a szén, azután a földmozgások során több millió év alatt ezek süllyednek szépen lefelé, aztán valahol ott a folyékony magmába, ott ez a folyamat visszafelé megy, föl fog bomlani a... Tehát újra ugye ugyanez visszafelé lezajlódik a vulkanikus tevékenységben, hatalmas mennyiségű szén-dioxid kilökődik a levegőbe. Voltak ilyen szuper vulkán kitörések is régen, úgyhogy voltak olyan szélsőséges esetek. Most mi van a szénnel? Hát ugye a szénbányáinkat bezárták, nem csak a szénbányát, hát a uránbányát is bezárták, meg a színes szénbányát, meg mindenfajta bányát bezártak, mert hogy egyrészt ugye nehogy már véletlenül szén-dioxidot bocsássunk ki, tehát inkább kivágjuk az erdőinket és faaprítékkal fűtünk a erőműveinkbe, mert amikor annak idején Gróf Széchenyi István megnyitott az első szénbányát, akkor azt mondta, hogy hála Istennek nem kell többé kivágni az erdőinket, mert van szennünk, most meg azt mondjuk, hogy hála Istennek ki tudjuk vágni az erdőinket, csinálunk ilyen energiaültetvényeket, és akkor azzal valami iszonyatosan pocsék hatásokkal megpróbáljuk a erőműveinket. Na de itt nem csak arról van szó, hogy egyrészt, hogy környezetvédelmileg, meg hogy nem volt elég gazdaságos. Hát mi van akkor, ha bezárunk egy bányát? Itt nem csak arról van szó, hogy elbocsátják a bányászokat, hanem arról is szó van, hogy bezárott a kocsma, az élelmiszerüzlet, az orvosi rendelő, megszűnik az autóbuszjárat, főszedik a vasúti sineket, vagy ellopják, utána ott minden második ember munkanélkülivé válik, akkor ezeknek kell szociális segélyt adni, aztán iszonyatos módon megnövekszik a vagyon elleni bűncselekmények száma, ahol még egyáltalán van vagyon, akkor elmennek máshova rabolni, hogyha már otthon már nem lehet mivel ellopni, és akkor ugye közbiztonsági problémák, meg mi egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy azért jócskán ráfizetünk arra, hogyha ilyen dolgokat csinálunk, hogy a saját erőforrásainkat nem használjuk ki. És tulajdonképpen azért még az sem mindegy, hogy elveszik egy szaktudást. Hát eltelik jön egy generációváltás, és senki nem emlékszik már, hogy kell bányászni. Hát azért a bányász az nem olyan dolog, hogy akkor ilyen gyors talpaló tanfolyamon odaadunk csákát, meg lapátot valakinek a kezébe, aztán bányásszál. Hát azért ez egy elég komoly szaktudomány, ami itten évszázadok alatt alakultak ki azok a technológiai megoldások, amik lehet ezt a dolgot. Hát
most ez van. Hát nem akarok ehhez további kommentát tenni. Azt hiszem, hogy itt elég sok bányászon közöttünk ismeritek, gondolom, ezeket a problémákat. Mi van a megújuló energiákkal? Hát a megújuló, mi az, hogy megújuló energia? Hát először az energia, ugyebár, az egy olyan jószág, hogy mióta az ősrobbanás óta a világegyetem létrejött, a benne levő energia mennyisége állandó. Hát különben sérülne az energia megoldás törvénye. Az energia nem újul meg, át tud alakulni. Vannak értékesebb energiák, meg kevésbé értékes energiák. Az alacsony entrópia szintű energia az értékes, és valójában a bioszféra is úgy működik, hogy a napból jön ugye a 6000 fokon a energia, tehát mintha egy hőerőgép lenne az egész bioszféra, jön a 6000 fokos szinten az energia, az alacsony entrópia szintű jó minőségű energia, és a hulladékot meglökjük kifelé a világűr felé. Na most a megújuló energia azt jelenti, hogy rövid idő alatt a természet pótolni képes. Hát a szenet meg a olajat, azok volt energiák. Csak egy élő szervezet képes, ha én elvágom ezt az asztalt egy bicskával, az nem fog begyógyulni, ha a kezemet elvágom, az begyógyul, mert egy biológiai szervezet, az reprodukálódik. Hát amikor csak a bioszférából lehet kivonni a megújuló energiát, hát ez majdnem olyan, mint hogy beszúrnánk a ereinkbe egy tűt, és onnan kivennénk energiát, és azzal működtetnénk a laptopunkat, meg a mobiltelefonunkat. Hát ezzel a baromsággal valójában ezzel lehet tönkretenni igazából a természetet. Tehát számításokat végeztünk az egyik kollégával arra, mi lenne a Szahara sivatagot napelemeket beborítanánk, és akkor termelnénk, a kábelen elvezetnénk az energiát. Hát a Szahara sivatagot a nap melegíti, a forró homok fölött fölszáll a forró levegő, és ez okozza azokat a légáramlatokat, amik meghatározzák a mediterrán térségbe az éghajlatot. Hát ezzel akkora pofot lehetne adni tényleg a klímának, hogy beledöglenénk, mi magunk is. Na most az, hogy itt 2050-re 50%-át majd megújuló energiákkal, szóval ez egy öngyilkosság. Szóval ez egy öngyilkosság. No de ez még csak a jéghegy csúcsa, hát még csak a felénél tartott előadásnak, mondok én még szebbeket is. Kérem szépen, menjünk rá most már inkább az energia kérdésre. Főleg a villamos energiáról beszélnék, mert az 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 univerzális energia, ami mindenre jó. Mennyibe kerül? Mennyire balesetveszélyes, milyen környezeti hatások vannak, és mennyire szabályozható. Na most teljesen egyértelműen kimutatható az, hogy költség, balesetveszélyes környezeti szempontból, ha az erőmű teljes életciklusára vetítjük. Tehát onnan kezdjük. Csinálunk egy erőműve, kiásunk gödröket, odahordunk betont, meg teletöltjük, meg mi egyebek. Fölépítjük, működik egy darabig, majd tönkre megy, le kell selejtezni, meg kell szabadulni a veszélyes hulladékoktól. Az egész életciklusra vetítve gyakorlatilag a legbiztonságosabb, legolcsóbb, legkevésbé balesetveszélyes a nukleáris energia és a vízenergia. Az összes többi után van. Jó szabályozhatók. A szabályozhatóság. Hát az a helyzet, hogy a villamos energia elosztó hálózatba minden egyes másodpercben annyi energiát kell belepumpálni, amennyit abból kiveszünk. És a kiveszés, az, hogy kivesszük, abban benne van az a veszteség is, ami a hálózaton elmegy energia formájába. Tehát gyakorlatilag ezt az egyensúlyt csak akkor lehet tartani, ha rugalmasan szabályozható erőművek vannak a rendszerben. Egy szélerőmű az nem igazán jól szabályozható, azt mi is tudjuk. És most már az van, ahogy összekapcsoljuk a hálózatot Európába, hogy ugye attól függően lehet eladni vagy vásárolni villamos energiát, hogy az milyen, mondjuk mennyire szabályozható. A szabályozható energia, amikor akkor adom az energiát, amikor ti akarjátok, az háromszoros áron értékesíthető. Tehát mit csinálunk mi, miután a paksi atomerőművet nem tudjuk éjszaka ugyebár leállítani, eladjuk az osztrákoknak.
egy forinté, és hónap délben visszavesszük 3 forinté. Ugyanaz az energiát. Na most ezt a baromságot, na majd, hogy ez elmögött mi van, azért majd erről még beszélgetünk. Na most zöld erőmű, ökológiai lábnyom. Ökológiai lábnyomból már azért mindenki hallott, hogy ezt arra találták, hogy egy embernek az eltartása mekkora termőterület igénybevételét jelenti. De a villamos energia termelésre is lehet ugyanezt vonatkoztatni, vagyis hogy mit tudom én, 1 megawatt óra villamos energia, tehát vagy nem rosszul mondtam, tehát adva van mondjuk egy 1 megawatt teljesítményű erőmű, most minden lehet 1000 vagy akár mennyi, és mekkora terület kell annak a kiszolgálásához, a keletkező hulladékok eltűntetése, stb. Na most itt a biomassa energia ökológia lábnyom, a vízenergiához viszonyítom, 35-szörös a biomassa. A szélenergia az csak 11-szörös, a napenergia körülbelül dupla. Attól függ, hogy milyen technológiában megy az a napenergia. Napenergiában van egyébként fantázia, csak az arányai nem mindegyek, és vannak olyan naperőművek, amelyek éjjel-nappal tudnak működni, mert óriási hőkapacitással le tudják az energiát tárolni. Tehát annak lehet jövője. Na most nézzük meg a nukleáris energiát. A nukleáris energiát, hogyha most mondjuk, hogy ilyen számításokat végeztem, hogy mondjuk napenergiával kellene a paksi atomerőművet helyettesíteni, az körülbelül 15 millió négyzetméter napelem illetéve a Földre, amit 2 évenként cserélni kellene, mert az a tönkre megy, mert a madarak kakilnak, meg mindenféle időjárási problémák ki vannak téve. Aztán a veszélyes hulladékok eltüntetése az mondjuk megint egy másik probléma. Na most, ha pedig szélturbinákkal, hát a szélturbinánál ott nagyjából ugye arról van szó, hogy egy olyan 20% körül tudja kihasználni a névleges teljesítményét, mert ha nem fúj a szél, akkor nem működik, ha nagyon fúj a szél, akkor megint nem működik, mert akkor vigyázni kell, hogy le ne csavarja a lapátot, ha jön egy vihar, akkor belecsap a villám és bevágódik a csapágy, szóval mindenféle problémák vannak. Ezek egyébként olyan 100-120 méter magas tornyok, amelyekből tulajdonképpen az olyan 35 emelet magasságú tornyok van, 40-50 méter hosszú lapátokkal, egyenként 15 tonna mondjuk egy ilyen lapát. Hát ha paksi atomerőmű termelését ki akarnánk váltani ilyenekkel, és tudnánk tehát árulni az energiát, tehát valaki módon ezt megoldaná, tehát azt a több 100 millió gépkocsi akkumulátornak megfelelő tároló kapacitás valahova letelepítenénk, akkor körülbelül 10 000 Don Quixote típusú szerkentyűt kéne felállítani, de hát a területünk az csak 93 000 négyzetkilométer, tehát minden 10 000 négyzetkilométer, tehát csak Budapestre jutna legalább 200 darab. Úgyhogy azért ez hosszabb távon nem látszik nagyon megnyugtatónak. És akkor most nézzük meg, hogy a károsanyag kibocsátást. Minden éghető anyagban van rádióaktív izotóp, kivétel nélkül. Akármit égetünk el, tök mindegy. A éghető anyagokat használó erőművek közelében magasabb a rádióaktív háttérsugárzás, mint egy atomerőmű közelében. Ezt amerikai tanulmányok bizonyítják. A másik pedig, ami szinte egy érdekes dolog, amiről több mint 20 évvel ezelőtt Marx Györgynek a tanítványai, munkatársai csináltak fölméréseket, hogy az ionizáló sugárzásnak milyen élettani hatása van. Azt vizsgálták, hogy a különböző területeken megmérték a háttérsugárzási szintet, és megmérték azt, hogy milyen gyakoriak ott a daganatos betegségek. És ott volt a leggyakoribb a daganatos betegség, ahol a legalacsonyabb volt a ionizáló sugárzás, nem ott, ahol a legmagasabb volt. Ugyanis egy bizonyos mennyiségű ionizáló sugárzás szükségünk van ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, mert azok el tudják, hát nem véletlen, hogy a rákgyógyításban ionizáló sugárzást használnak. Tehát tulajdonképpen nem rajzoltam fel ezt a diagramot, de egy ilyen fürdőkád alakú görbét kellene fölrajzolni. Ha nagyon kicsi a háttérsugárzás, akkor kevés a beteg, ilyetek akkor sok a beteg, ha növekszik, akkor egy darabig csökken, aztán egy bizonyos pont után megint fog növekedni, tehát Fukushimánál
ugye, amikor ugye mondták, hogy százszorosára növekedett a háttérsugárzási szint, és ettől mindenki nagyon pánikba volt, és akkor kiderült, hogy az még mindig nem érte el az egészségvédelmi határ, még a százszoros se. Tehát százszorosára ment, de eredetileg a egészségvédelmi határértéknek az ezred része volt a háttérsugárzás, és az ment fő százszorosára, és a Marsgyőr tanulmánya viszont azt mutatta ki, hogyha megmondjuk, hogy mekkora az egészségvédelmi határ, amit előírnak munkavédelmi szempontból, hol van az optimum, annak a duplájánál van az optimum. Tehát túl szigorúak még ezek az előírások is, úgyhogy én nem akarok itt ebbe bővebben belemenni, de mondjuk itt menjünk a vízerőművekre. A víz körülbelül 1000-szer sűrűbb, mint a levegő. Egy köbméter víz 1000 kiló. Egy köbméter levegő nem egészen 1 kiló 30 deka. Hogyha egy turbinának a telesítménye függ attól, hogy milyen sebességgel halad át rajta a közeg, mekkora rajta a nyomásesés, és milyen sűrű az a közeg, meg mekkora a keresztmetszete a turbinának. Na most, ha ezeket mind kiszámolítjuk, akkor az én számításaim azt mutatják, hogy egy 8-10 méter esés magasságú duzzasztó műre felszerelünk, és 3,5 méter átmérőjű vízturbinát, akkor ezt annyi szélturbinával lehetne helyettesíteni, aminek az összes hatáskeresztmetszete körülbelül 1 millió négyzetméter. Na most gyakorlatilag egy ilyen lapát 15 tonna. Egy ilyen lapátnak az anyagából le lehetne gyártani egy olyan vízturbinát, ami 2 tucat ilyen komplett szélerőműnek a teljesítményét tudja produkálni. Miről beszélünk? Szóval itt az emberi ostobaságnak is már egy bizonyos szintje. A vízenergia költségéről beszéljük először. Azért építünk egy duzzasztó művet, hogy energiát termeljünk, vagy azért, mert valami ok miatt duzzasztó művet építünk, és arra, ha már úgyis ott van, teszünk rá vízturbinát. Na most még a szivattyús energiatároló szemben is ugye voltak tüntetések, ami nem látszik. Na most én kint voltam egyszer Amerikában, és ott pontosan Kanadában voltam, de elmentünk a Niagara vízeséshez, ahol tudom azt, hogy valamikor még 1895-ben ugyebár a millenniumi ünnepségek előtt egy évvel helyezték üzembe azt a hatalmas vízerőművet, amit még Edison és Tesla terveztek, és akkor ott kérdeztem, hogy hát gyere, hát hol van itt a vízerőmű? A vízfüggöny mögött ott van a vízerőmű, csak nem látszik. Mert a táj nem változott attól, hogy tettünk egy vízerőművet. Tehát valójában itt igazából a vízenergia a legolcsóbban előállítható és a legdrágábban eladható villamosenergia. Gyakorlatilag tized részébe kerül az előállítás a teljes életciklusra vonatkoztatva, mint szélenergia esetén, és 3-szoros áron lehet eladni. Tehát ha bekerülési költséget, meg az eladhatóságot összeszorozzuk, akkor 1:30 az arány. Na most, akkor nézzük meg ezt a bőslanyban is ügyet, mert ez is egy érdekes dolog, mert állítólag ettől volt a rendszerváltás. Ettől volt össze a Szovjetunió, meg egyáltalán minden probléma ettől jött. Hát Dunaszaurusz. Vannak vízlépcsők 25-szörös esés magassággal, és vízerőművek 100-szoros teljesítménye a világban. Ez egy bucsva kis erőmű, vagy egy pici valami. Hágai kvert elveszítettük. Na most, hogy mi köze a rendszerváltáshoz ugyebár, tehát először is a következőt azért hadd mondjam el. Tehát amikor még úgy hívták ennek az országnak az első emberét, hogy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, 1938-ban eldöntötték, hogy a Dunán vízlépcsőket kell, meg vízerőműveket építeni. Tehát 1942-ben kijelölték Nagybarosnál az első vízlépcsőket a helyét. Tehát mondjuk sztalini nagyberuházásról nem igazán lehet beszélni. Hogy 1992-ben mondtuk fel a szerződést. Akkor már 3 éve befejeződött a rendszerváltás. És 1997-ben a Hágai Nemzetközi Bíróság kimondta,
hogy a magyar fél elvesztette a pert. Totál elvesztettük. Egyetlen dolgban marasztalták el a szlovák felet abban, hogy a C-változat az üzembehelyezése előtt nem konzultált a magyarok, nem egyeztetett a magyarokkal az időrendi programról. Ökológiai kockázat nem megalapozott, totál elvesztettük. Na most, gyakorlatilag, amióta az írott történelem van, azóta tudjuk azt, hogy a politikusok egyik módszere az, hogy pofátlanul hazudnak az embereknek. Ez a mai napig így zajlik. A mai napig azzal hülyítik az embereket, hogy megnyertük a pert. No de, még egy érdekesség ebbe. Az a helyzet, hogy ugyebár folyamatosan arról van szó, hogy a vízmegosztás. Na most mi fölmondtunk egy szerződést, amiben szó volt a vízmegosztásról, amire azt állítjuk, hogy érvénytelen, a hágai bíróság azt mondja, hogy érvényes, és kötelesek vagyunk kártérítés. Eddig körülbelül 2000 milliárdba került egyébként ez a buli nekünk, hát az annak a negyed része volt az, ami most a rezsicsökkentésre rá lett számva. Tehát akkor a négyszeresét már elbokáztunk. Na most gyakorlatilag hivatkozunk egy általunk fölmondott és érvénytelen szerződésre a vízmegosztás kérdésébe. A szerződés érvénytelen kivéve azt a pontot, ami a vízmegosztásra vonatkozik. Na most ekkora baromságot, azért már mondjuk én nem vagyok jogász, mondjuk szabadalmi ügyvívő voltam, tanultam polgári jogot. A Duna felső szakaszán levő hasonló nagyságú vízerőműveknél a természet állapot javult kifejezetten, tisztább lett a víz, gazdagabb az élő. Mutatok erre majd példát egyébként. Azért még egy nagyon érdekes dolog. Amikor elterelték a Dunát a szlovákok alattomos módon ugyebár, kármentés, mert hogy ők már megépít nekik a bősnél a erőmű, akkor nekünk volt Dunakilitinél megépült egy duzzasztó mű, zsiliprendszerrel, mi egyebekkel. Ez azt a célt szolgálta volna, vagy azt a célt szolgálta, hogy mi szabályozzuk a vízmegosztást. Vagyis a mi területünkön, magyar területünkön ott van egy duzzasztó mű, amivel mi teszésünk szerint szabályozunk. Ha az üzembe lett volna helyezve, akkor ez azt jelenti, hogy a szlovákok vitatkoznának velünk, hogy mennyi vizet hagyunk meg nekik a bősi csatornába. De nem, oda jöttek a zöld tüntetők, hogy nem károsítja a természetet, nem szabad üzembe helyezni. Erre megcsinálták a szlovákok a saját oldalukon ugyanazt a rendszert, és most ugye mi történik? Olyan lesz, mintha nem lenne víz csak a fürdőszobánkba, és a szomszéd lakásba döntenék kell, hogy a fürdőkádunkba mikor mennyi vizet öntenek. Szigetköz ökológiai károsodását a zöldek okozták. Picikét én visszatérnék a júniusi árvízre. Ugyanis az a helyzet, hogy két dolgot kell azért itt elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a nagymarosi vízlépcső az körülbelül 8 méteres és magasságú volt. Egy vízlépcső az úgy működik, hogy megtartja a vízszintet. Ha nagyobb víz jön, akkor átbugik a tetején. Ha meg esetleg jön egy árvíz, akkor a silipeket kinyitjuk, leapasztjuk és helyet csinálunk a közeledő víztömegnek. Ezt a nagymarosi vízerőművet az osztrákok megépítették Bécs alatt, Bécs központjától körülbelül 6-7 kilométerre, olyan helyen, mintha mondjuk Budapesten a Lárványosi híd helyén lenne mondjuk egy vízlépcső, ott körülbelül 1 eurócentbe kerül 1 kilowattóra energia, amit az termel, és Bécsnél a vízszint folyamatosan állandó, nálunk a víznek az ingadozási szintje 8 méter évenként. Annyi, amennyi ennek az esés magassága lett volna eredetileg. A 8 méteres vízszint ingadozás az azt jelenti, hogy a meder alján a hidrosztatikus nyomás ingadozás 8 tonna per négyzetméter. Na most van, ahol ez nem baj, de ahol összfalak vannak mellettünk, ott ez baj,
mert lassanként bele fog omlani fél Dunai város, meg Dunaföldvár a Dunába, mert ez azt a talajeróziós dolgot, de még a keményebb sziklák esetén is azért a vízszint ingadozás azért elég nagy kárt tud okozni, mert azért a Grand Canyon az ugye másfél kilométer mélyen kanyarogott a föld alatt, hát azért több millió év alatt történt ez, de hát az utóbbi mondjuk 100 évben körülbelül 3 méterrel alacsonyabban van most is a Dunának a vízszintje. Na már most főfelé arra nyugaton ott van, a Dunán és mellékfolyóin körülbelül 40 darab vízlépcső. 40. Lehet, hogy csak 38, de körülbelül a jós szerint 40. Na most, amikor jött ez a marhanagy árhullám, akkor mit csináltak? Kinyitották a zsilipeket és leapasztották a vízszintet mindenütt a minimumra. Majd pedig lent, amikor jött a ár, akkor kezdtek föltöltődni ezek a duzzasztó művek. Az első, a második, a harmadik, az ötödik, a tizedik, a huszadik, meg a harmincadik, és ami megmaradt, az jött el Budapestig. Ha ezt nem csinálták volna meg az elmúlt 100-150 év alatt, akkor most júniusban a nyugati pályaudvaron derékbe átadt volna a vízbe a villanyozdonyok. Ha meg lett volna Nagymaros, akkor kérem szépen, körülbelül 15 cm-rel alacsonyabb lett volna az árhullám. Ezt a kérdést föltették a környezetvédelmi államtitkárunknak, aki azt mondta, hogy ez egy hülyeség, hát ha Nagymarosnál duzzasztott Dunát, akkor még nagyobb lett volna az ár. Szóval körülbelül ez a színvonal. Most a neve, nem akarom kimondani az illető államtitkárnak a nevét, csak annyit említenék meg, hogy 1989-ig ő az Egyesült Államokban a Világbanknak a magas beosztású tisztviselője volt, munkatársa volt, a kelet-európai ügyekkel foglalkozott, és hazaküldték hozzánk, hogy segítsen a rendszerváltást lebonyolítani. Azóta is segít, benne van a kormányban. Legfeljebb azt lehet megkérdezni, hogy ki a fene ellen vívjuk a szabadságharcunkat, ha az ellenség ott van kormánypozícióban. Szóval jó, ebben nem akarok ennek a politikai oldalába belemenni, mert hát nem szép tőlem, de azért mutatnék még egy másikat, ez a kiskörei vízlépcső. A Tisza Szaurusz. Hát kérem tisztelettel, ennek 10 méter az eszés magassága. 2 méterrel magasabb, mint a Nagymarosnál lett volna. Gyakorlatilag kialakult egy akkora tó, ami ötször akkora, mint a Velencei tó. Jobb ökológiai állapotban van, mint a Balaton és a Velencei tó együttvéve, és olyan különleges növényvilága van, ami utoljára Mátyás király idején tenyészett ezen a környéken, mielőtt elkezdett elmocsarasodni ez a vidék. Egy-két ilyen fényképet csak az internetről leszettem. Kiemelt természetvédelmi körzet. Nem is szabad, abban a felső részében nem szabad motorcsónakkal például bemenni egyáltalán. Na kérem szépen. És megmutatnám azt, hogy nézett ki valamikor a Kárpát-medence. Hát nem tudom, jól látszik-e. Ha nem lett volna az a folyamszabályozás a 19. században, akkor most Szolnok az víz alatt lenne, Debrecen szintén, Pécs meg Baja szintén, nyakig a vízbe, Győr az nem is látszana ki a víz alól, és így tovább. Talán még annyit érdemes elmondani, és most egy pillanatra én visszamennék egy képre, hogy ez a Csolóköz és a Szigetköz, ez 200-250 évvel előtt úgy nézett ki, hogy ez egy nagy olyan terület volt, amit víz borított, és sok-sok kis sziget volt benne. Na most, tehát az egyik oldalon belefolyt a Duna, a másik oldalon meg kifolyt belőle a víz, de hajóval nem lehetett közlekedni. És akkor mit csináltak annak idején, ha jól emlékszem, még a Mária Terézia kezdte el ezt a programot. Valahol az ügynagypapáink ásóval, lapáttal neki mentek, és ástak egy hosszába egy árkot, hogy a hajók tudjanak közlekedni, és ezt nevezzük most Öreg Dunának, ami egy természetes képződmény, amit meg kell óvni. Ez ugyanolyan természetes képződmény, mint a parlament épülete vagy a halászbástya. Az magától keletkezett oda.
Mesterséges képződmény. Mesterséges képződmény. Csak te természetesen. Na kérem szépen, hát azért ilyen csatornákat már csináltak. Még annak idején a Napkirály 14. Lajos idején csináltak egy csatornát az Atlanti óceán és a földközi tenger között. Egy hatalmas húzasztó művel ilyen hegyi patakoknak a vizét földhúzasztották. Az akkori mérnökök remek munkát végeztek. Van olyan része a csatornának, hogy alagútba megy, a föld alatt. Hajózni lehet. Ennek a csatornának kulcsfontosságú szerepe volt az első világháborúban. Mert hadfölszerelésnek, hadseregeket lehetett mozgatni a csatornán keresztül. Ha azt mondják a katonai szakértők, ha nekünk meg lett volna a Duna-Rajna-Majna csatorna hajózható formában végig, 100 évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy nem veszítjük el az első világháborút. Vagy ha elveszítjük, akkor Trianonnál egy kicsit kedvező pozícióból tudtunk volna. A Szalma Boton mondta azt, hogy gyakorlatilag ez a víziút, ennek a szállító kapacitása 2x10 sávos autópályával egyenrangú lehetne. Energiatakarékosság. Hát kérem szépen, én a következőt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy van nekünk egy kis hétvégi házunk a Velencei tó közelében, és amikor azt megvettük, abban volt egy hűtőszekrény. Azt a hűtőszekrényt azt akkor gyártották, amikor még Hruscsov volt, a Szovjetunióban gyártották. A mai napig működik. 50-60 év óta. Szaratov. Nem Szaratov, Krisztal az a neve. És abszorpciós ráadásul, nem is kompresszor. Tehát egy szuper dolog, működik. Hát nem igazán energiatakarékos, azt nem mondhatjuk. No de, hogyha 5 évenként lecseréljük a hűtőszekrényünket, és nem 50 évenként, akkor 10-szer gyakrabban kell újra termelni, 10-szer gyakrabban kell a veszélyes hulladékoktól megszabadulni, hogyha dupla olyan jó energiatakarékosság szempontjából, akkor is sokkal nagyobb erőforrás pazarlás jelent, mint hogyha hosszú élettartamú eszközeink lennének. Mert hogy ez egy rendkívül erős környezettel dolog, ez a folyamatosan újra termeljük pár évenként az összes úgynevezett tartós fogyasztási cikket, és miután a fejlett országok nem akarják a saját állampolgáraik egészségét tönkretenni, ezért kihelyezik úgynevezett fejlődő országokba. Tehát nem azt csináljuk, hogy felszámoljuk a környezetterhelést, hanem exportáljuk. Kiküldjük Afrikába, meg akárhova, aztán dögöljenek meg, nem érdekes, hogy ők mérgezést kapnak, meg higanymi, akármi. Hát ugye betiltották például a higanyos lázmérőknek a alkalmazását, mert az életveszélyes. Hát a gyerekkoromban egyszer eltörtem egy lázmérőt, és kifolyt a higany, és bement így a parketnek a réseibe. Aztán akkor 10 évvel később volt egy akkora átrendezés, hogy elhúztuk onnan az ágyat, akkor még ott volt. Mert 10 év alatt nem párolgott el. De hogyha egy higanygőz töltésű lámpát összetörik, abban higanygőz van, az rögtön belemegy a levegőbe. Hát gyakorlatilag a higany az szerves anyagokkal olyan vegyületeket képez, amik a 10 legveszélyesebb kémiai anyag közé tartoznak. Rákkeltő, idegrendszerrombó, stb. Gyakorlatilag ma már már nem nagyon javasolják, hogy túl sok halat együnk, mert a vizek tele vannak higanyszennyezéssel, ugyanis a higanygőztörtésű villanylámpáknak a 95%-a a háztartási szemétbe köt ki, miközben az a veszteség, tehát az, hogy jobb a hatásfoka, vagyis hogy amikor én egy hagyományos villanykörtét égetek, és hővé alakul a telesítménynek egy része, az nem veszteség. Hát világítani olyankor szoktunk, amikor egyébként hideg van. Tehát főleg télen, meg ősszel. Tehát az az energia, az belemegy, az hozzáadódik a fűtéshöz, és annyival kevesebb gáz használok például. Tehát ha ezt beleszámítanánk, plusz azt, hogy mennyibe kerül nem tudom, hogy látta-e valaki azt a filmet, játszották de interneten is rajta, hogy a villanykörte összeesküvés. Hogy
1895-ben gyártott villanykörte a második évezred elején még működött Amerikában egy tűzoltó parancsnokságon, és megnézték, hogy és gyakorlatilag 1925-ben a villanykörte gyártók megegyeztek, hogy 1000 órára kell lecsökkenteni a villanykörték élettartamát, mert különben nem tudjuk eladni. Mindenki megveszi a villanykörtét, akkor több generáción keresztül az ott működik. Tehát szándékosan vannak lepusztítva ezek az eszközök. Szélsőségesen materialista világban a pénz fontosabb, mint a valódi értéket teremti. Azt hiszem, ezzel nem mondok sokat. Csökken az érdeklődés a természettudományok iránt, nehéz megtanulni, és nem kifizetődő. Mintán fokozódik a természettudományos tájékozatlanság, az emberek minden hülyeséget elhisznek. Három darab példát mondanék erre. Nagyon rövid példák lesznek. Az első példa az úgy hangzik, hogy Amerikában kb. 20 évvel ezelőtt egy tréfás kedvű középiskolai diák elkezdett aláírásokat gyűjteni a dihidrogén monoxid vegyület betiltására, amit alá is írtak az emberek, mert hiszen az leírta, hogy ez kimutatható rákos daganatokban, mit tudom én, a savas esőkben, és így tovább, fulladást okozhat, stb. Hát a dihidrogén monoxid az H2O, vagyis víz. Második példa. Ő Franciaországból származik, egy tévé vetélkedőbe, ahol ugye vannak ezek a vetélkedők, hogy négy válasz közül ki kell választani. Hát egy nagyon szépen, egy nagyon művelt ember ugye versenyez, és már nem tudom milyen a főnyelvelünk felé van, de csak kap egy kellemetlen kérdést, hogy melyik az a természetes égitest, amelyik a Föld körül kering. Hát négy válasz lehetőség van, a Nap, a Hold, a Vénusz és a Mars. Hát a illető elkezd gondolkodni, hogy a Holdat zárjuk ki, az biztosan nem. Na de, hát akkor maradt a Nap, a Vénusz meg a Mars. És ezek közül melyik? Akkor megszavaztatták a rendkívül művelt közönséget, akik kétharmados többséggel megszavazták, hogy a Nap kering, a Föld kerül. Hát ha szerencsétlen Kopernikus ezt tudta volna, akkor inkább a mágia halált választja. Hát kérem szépen, a harmadik kérdés pedig az egy személyes élmény, ami tavaly egyszer Győrben voltunk, azt hiszem ott szilveszereztünk talán, vagy valami ilyen lazítás céljából, és akkor ilyen zöld aktivisták gyűjtöttek aláírást az éghajlat változásra. És mondom, hogy hát ilyen egyetemista körű fiatalok voltak. Mondom, hogy hát én szívesen csatlakoznék ehhez, de szeretnék föltenni két kérdést. Hát, az első kérdésem az, hogy ha már így éghajlattal foglalkoznak, hogy mi az oka annak, hogy nyáron a nappalok hosszúak, az éjszakák rövidek, télen meg fordítva van. Hát azt mondja, hogy nem biztos a válaszban, de ide hívja a kollégáit. A kollégáit oda hívta, nem tudták eldönteni. Na jó, akkor második kérdésem, ha önöknek fogalmuk sincs arról, hogy hogy működik az éghajlat, akkor miért gyűjtik az aláírásokat? És azért, mert megfizetik. Na most, nem mondom, ez egy őszinte válasz volt, de azért én arról volt, hogy két kérdésre válaszolnak, tehát az egyik az nem stimmelt, akkor menjünk tovább. Hát, amit itt elmondtam, ez csak a jéghegy csúcsa. Én erről írtam egy könyvet. Ezben állítok a nyomdában van ez a könyv. Hát itt tulajdonképpen nem akarom itt, mert felolvasom esetleg, pusztul a környezet, veszélyben az emberiség, problémát fokozza a fogyasztói társadalom morális hanyatlása és a modern államok gazdaságpolitikája, környezetvédő mozgalmak akciói csak nem hatástalanok, olykor károsak, gazdasági élet szereplő és a politikusok pedig ügyesen kihasználják az ebben rejlő propaganda lehetőségeket, miközben a valódi megoldások lobby érdekekbe ütköznek. Hát csak rövidítve mondtam, tehát erről szól a könyv. Hát ez nem volt egy egyszerű dolog ezt mondjuk kiadni, mert nekem adtak már ki könyveimet, de ez egy kicsit ilyen macerás volt, mert ezt nem nagyon szerette volna senki. Mert mondták, nagyon jó ez a könyv, de hát azért hát már nézzük már meg, hogy itt mi legyen. Na most az Energiapolitika 2000 társulat támogatásával sikerült ezt végül is tető alá hozni, úgyhogy valamikor decemberben lesz egy könyvemutató, ha addigra a nyomdából kijön. Itt látható a honlapja.
ez a mpol2000.hu, és akkor tulajdonképpen én több, de nem is akarok ezzel mondani, itt van az e-mail címem, ha valaki esetleg még szeretne velem levelezni, akkor jegyezze föl, és itt a realzöldek.hu meg a mpol2000.hu honlapokon lehet sok minden dolgot ezekről a témákról még olvasni. Tehát én ebben a könyvben nagyon részletesen leírtam egy csomó olyan dolgot is, amit most itt nem tudtam elmondani az idő rövidsége miatt, meg egy csomó ilyen kémiai szennyezéseket, meg egyéb dolgokat is. De hát köszönöm szépen a figyelmet, és akkor...